Sziasztok! Szilveszter alkalmával arra gondoltunk, hogy hozunk nektek egy-két futós érdekességet, futós információt, amit esetleg ti sem tudtatok. Mindenféle futó fun factet, ki volt az első olimpiai bajnok, ki volt a maratoni csúcstartó, milyen maratoni csúcstartók voltak, hány darab izületünket, csontunkat használjuk futás közben, és még sok más érdekességet. Jó, annyit azért tegyünk hozzá, hogy nyilván csomó amerikai kutatás, angliai kutatás, magyar kutatás, stb. Található az interneten, ami azért van, amelyik fals információkat tartalmaz. Mi próbáltunk nektek most egy csokorba olyan információkat összegyűjteni, amiket azért több helyen is megtaláltuk, és így hitelesíteni mertük. Na, tehát akkor kezdjük a gyűjteményt ilyen általános információkkal, ami az emberi szervezet csodáira vonatkozik. Például ahhoz, hogy egy futólépést megtegyünk. Összesen 200 darab izmunkra van szükség, 26 darab csontunkra, 33 darab izületünkre és 122 darab szalagunkra van szükség. És természetesen a mindezeket behálózó erek, amik szárítják a vért és egyéb dolgok, tehát szerintem csodára van teremtve az emberi szervezet, és egy fun fact hozzá, hogy az emberi talp egy nap alatt körülbelül fél liter folyadéknak a kigyöngyözésére képes, úgyhogy éppen ezért nem mindegy, hogy milyen futócipőt választasz, mert csuka legyen a talpán, aki ezt kibírja. Egy átlagos férfi a zsírraktáraiban annyi energiát raktároz el, hogy 3 napig bírna futni 24 km/órás sebességgel. De ezt azért senki ne próbálja ki otthon. A New York maratonon a befutóknak az eredményei alapján spanyol kutatók vizsgálták meg, hogy elvileg az ember a 20-es éveiben a leggyorsabb. A befutó eredmények alapján a nők a leggyorsabb maratonokat 27, a férfiak 29 éves korukban futották. Hogyha ettől fiatalabb vagy, akkor ez egy 4%-kal rosszabb eredmény, mint minden évvel, ahogy idősödsz, 2%-kal rosszabb eredményt érhetsz el. És ehhez zárójeles információ, hogy én is 27 éves voltam, amikor életem eddig első és legjobb maratoni eredményét futottam, úgyhogy akkor ezek után én el is engedem a gyorsulási vágyaimat. Hát a futók 97%-a gondolja azt, hogy a futástól jobb napjuk lesz. A futók 78%-a kezd el szebben futni és húzza ki magát, hogyha egy számukra vonzóbb szemét lát futás közben. Csináltál már ilyet? Soha. Hazudik. A számomra a legkedvesebb információ a futással közben, ami a futásra való gondolkodásomat változtatja meg alapjaiban, az az, hogy amikor sétálsz, akkor mindig az egyik lábad érintkezik a talajjal, amikor futsz, azonban nagyon sok időt töltesz a levegőben. És kiszámolták azt, hogy egy 180 cm magas futó, akinek mondjuk 42-es cipőmérete van, és 5 perces kilométerekkel fut, az 1 kilométerből 781 lépés során érintkezik a talajjal, és ez nagyjából azt jelenti, hogy 760.570 cm pedig a levegőben tölt. Így amikor legközelebb elindulsz futni, és amúgy én is így csinálom, akkor egy 10 km-es futásra úgy gondolok, mint hogyha 7,6 km-es repülésre indulnék neki, akkor is, ha én nem 180 cm magas vagyok. Nem véletlen, hogy a Hokának a szlogenje az, hogy time to fly. Éves szinten több mint 1 milliárd futócipőt adnak el, ez egy amerikai kutatás. Nyilván itt nem tudjuk azt, hogy ezt futásra használják el, vagy valahol porosodik esetleg a padláson. De reméljük azt, hogy minél inkább koptatják, azt szokták mondani, hogy egy futócipő élettartama 800 és 1000 kilométer között van. Péter, te mennyit teszel egy futócipőben? Hát 1000 és 2000 között valahol. Jó, hát igen, én sem vagyok büszke, de nagyjából én is ennyit. Még az embereknek a nagy százaléka, kb. 57%-a évi 2 pár cipőt vesz, és megoszlanak arról a vélemények amúgy, hogy minél inkább mezitlábas, vagy minél inkább alápárnázott cipőt érdemes választani, de erre szerintem a legjobb válasz az, hogy 1960-ban Abebe Bikila a római olimpiát a maratoni távon mezitláb nyerte meg. Egy kutatás szerint, ahol megkérdezték az embereket, hogyha egyetlen egy cipőt viselhetnének életük végéig, akkor mi lenne az? 79%-ban azt felelték, hogy futócipőt hordanának. A legnépszerűbb futócipő márkák az amerikai kutatás alapján egyértelműen a Nike, az Under Armour és a Brooks, ami szerintem ezért most már egyre inkább eltolódik, egyre nagyobb teret nyerhet szerintem a Hoka, illetve azért az Adidas futócipők is eléggé a toppon vannak.
a futók 56%-a legalább 4-szer fut egy héten, ez egy amerikai kutatás, viszont Magyarországon 33% fut legalább heti 3-szor. Aki heti 3-szor fut itt Magyarországon, az éves szinten 3-4 futóversenyen részt is vesz. Szintén összevetve az amerikai és a 2018-es NN által készített magyar kutatást, szembe tűnő a különbség, hogy még az amerikai futóknak 51%-a nyilatkozta úgy, hogy jobban szeret egyedül futni, addig Magyarországon ez egy nagyobb szám, a 71% felé tend el, és mi is ezt a társaságot erősítjük. Te egyedül szeretsz futni, vagy inkább társaságban? Ide bökve tudsz szavazni. A megkérdezett futóknak 60%-a sokkal inkább szeret zenére futni, mint zene nélkül, és ez amúgy sok esetben nagyon jó választás, mert egy jól kiválasztott zene vagy tracklista akár 15%-kal is növelheti a futó teljesítményedet abban az esetben, hogyha fel szeretnéd pörgetni magad, illetve a zene akkor is hasznos, hogyha csak egy ilyen laza kocogásra vágysz. Egyéb esetben, amikor mondjuk a tempódra figyelsz, a lépésedre, a légzés frekvenciádra, akkor ez a zene zavaró is lehet. Én, mint aerobik edző, nem nagyon szeretek zenére futni, mert hogy tisztelve a ritmus, nem tudok mellé lépni, így a zene ritmusa meghatározza a futó ritmusomat is, de legutóbb, mikor egy hosszú 24 km-es futásra kellett mennem, akkor úgy éreztem, hogy szükségem van most már egy kis motivációra, és ezt a zene formájában találtam meg. A 2018-as NN kutatás szerint, akik heti rendszerességgel futnak, átlagosan 26,6 ezer forintot költenek el a futásra. Itt kérdésessé válhat az, hogy mennyire olcsó sport a futás. Mire költünk egy futás alkalmával? Ugye költünk a ruházatunkra, aláöltöző, cipő, zokni, a nőknél esetleg sportmelltartó, sapka, sál, kesztyű. Ezeken kívül még a nevezési díjakra költünk, ha esetleg vidéken vagy nem abban a városban van a verseny, ahol mi vagyunk, akkor az utazásra is költenünk kell, a szállásra is költenünk kell, egyébként még költünk a frissítésekre, és még rengeteg más dologra. Így azért nagyjából, ha összeadjuk, akkor elég sok ezer forint összejöhet, természetesen van, amit nem veszünk minden évben, vagy minden futáshoz, de azért szerintem ilyen, tedd a szívedre a kezed, évi, mennyi? 1000 alatt marad? Na, bőven nem. De mindegy, minden pénzt megér. Nem olyan régen végeztek egy kutatást, amiben megkérdezték a futókat, hogy mi az az étel, ami nélkül nem tudnának élni. És hát erre nem az volt a válasz, hogy a hamburger vagy a pizza, bár biztos ez is nagyon magasan van, ez az étel nem más, mint a banán. A következő kis gyűjteményben a maratonról mondunk el pár információt, egy ilyen fun factet, ami számunkra is érdekes. Például az amerikai kutatás azt mutatta ki, hogy amúgy a futóknak az 50%-a soha nem próbált maratont futni, ami azért számomra azért érdekes, mert szerintem nagyon sok embernek a bakancs listáján ott van, hogy életében egyszer legalább maratont fusson. Annak esélye, hogy szívrohamot kapsz egy maratoni futás közben, egy a 76.500-hoz. Szintén egy ilyen nagyobb kutatásnak az eredményeképpen az jött ki, hogy egy férfi, egy átlagos férfi, egy maraton 4 óra 27 perc alatt teljesít, és egy nőnél ez az idő 4 óra 47 perc. Hát a világ legrégebbi utcai maratonja, az Bostonban található, mégpedig 1897 óta rendezik meg. Erre a versenyre jelen pillanatban csak kvalifikációval lehet kijutni, ez egy úgynevezett major maraton, a kvalifikációra pedig megvan adva korosztályonként egy szintidő, hogyha ezt sikerül megfutnod, még akkor sem biztos, hogy be fogsz tudni kerülni, mert ha nagyon sokan megfutják ezt a szintidőt, akkor a szintidő az módosulhat. Szóval ez a Boston maratonhoz számtalan érdekes sztori kötődik, főleg a női maratonistáknak a világából. 1972-ig elvileg nem indulhatott ezen a futóversenyen hölgy, de volt, akit ez egyáltalán nem érdekelt. Az első hölgy 1966-ban egy bokor mögül kiugorva rohant be a tömegbe, és teljesítette a maratoni távot, és a nem hivatalos ideje 3 óra 21 perc lett. És az egyik legnagyobb balhé is ehhez a maratonhoz köthető 1980-ból, amikor az akkori női győztes úgy teljesítette ezt a távot, hogy nagyjából 800 méter után kiszállt a tömegből, és a metró irányába vette a futólépéseit, és metróval érkezett meg aztán be a célba is, és mert a befutáskor gyanús volt, hogy a világ akkori legjobb harmadik női idejét futotta, mindezt úgy, hogy egyáltalán nem izzadt, és amikor a riporterek az intervallet és a fontosságára kérdezték, egyáltalán nem tudott róla rá válaszolni, úgyhogy 8 nappal később megfosztották a hölgyet az eredményétől. És hogy még a Boston maratonnál maradjunk, az első hivatalos női eredmény is a Bostonhoz fűződik, a Boston maratonhoz fűződik, méghozzá 1967-ben Katrin Switzer nevéhez. Ő volt az első olyan nő, aki hivatalosan teljesítette itt a maratoni távot,
de nem volt neki azért ez olyan egyszerű, mert az akkori versenyigazgató nagyjából a harmadik kilométernél észrevette, hogy egy nő fut a mezőnybe, és megpróbálta letépni a rajtszámját, és kirángatni a mezőnyből, viszont az ő barátja, illetve a futók őt megvédték, és egy bodycheckkel kilökték a versenyigazgatót, utána pedig a futók körbeállták Schwitzert, és úgy kísérték végig egészen a célvonalig, hogy egyéb introcitás ne érje a versenyzőt. Boston után két héttel rendezték a torontói maraton, ahol Schwitzer és Maureen Wilton is rajt hozzáállt. Maureen Wiltonról azt lehet tudni, hogy egy 13 éves lány, és 13 éves kora ellenére futott egy világrekordot, és ő tartotta nagyjából egy 3-4 hónapon keresztül a női maratoni világcsúcsot. Amúgy talán a maratoni táv az, ami a legnépszerűbb a futóknak a körében, ez bizonyítja azt, hogy 2017-ben 12.306 darab maratont rendeztek összesen világszerte. Azoknak egy kis információ, akik azt mondják, hogy fú, hát én már túl öreg vagyok, hogy elkezdjek futni. Fawya Sine 1911-ben született, és 89 évesen kezdett el futni, és 101 évesen is teljesített még maratont, méghozzá Londonban. Ezzel ő volt a legidősebb ember, aki maratont futott, és ez egy jegyzett maratoni idő. A nők között egy 92 éves hölgy az, aki 10 órán belüli maratoni idővel a legidősebb női maratonfutó címet a magáénak tudhatja. És ha már a legidősebbeket elmondtuk, nézzük meg a legfiatalabbat is. Van egy olyan srác, aki 5 éves kora előtt már 48 maraton teljesített. Az első maratoni világcsúcsot olimpián futották, méghozzá az első újkori olimpián, amit 1896-ban rendeztek, és az úriembert pedig úgy hívták, hogy Spiridon Luis. 2 óra 58 perc és 50 másodperc alatt teljesítette ezt a távot, és ami érdekesség esetleg ennek a versenynek, hogy ezen a versenyen futott egy magyar is, akit Kellner Gyulának hívnak, és harmadik helyzetként ért célba, és jelen pillanatban is ez az egyetlen egy darab olimpiai érmünk van maratonfutásból. Ugye a maratoni világcsúcs az rendkívül sokat fejlődött, jelenleg talán nem kell mondani, Eliud Kipchoge az, aki a világcsúcsot tartja a 2:01-es berlini idejével, hiszen a most futott bécsi 1:59.40-es ideje, az sajnos nem hitelesített világcsúcs, de hát készül Tokióba, meg készül mindenhova, úgyhogy az edzők és a szakértők szerint ez a 2 órás határ amúgy jegyzett versenykörülmények között is megdönthető. A világ talán egyik legnépesebb maratonja, a New York-i maraton, visszatérve arra, hogy a maraton egy nagyon népszerű táv, akkor 2017-ben ezt a versenyt 50.646 ember fejezte be. Mégsem ez a legnépesebb futó esemény, hanem ezt a Fülöp-szigetek tudhatja magának, ahol van egy olyan közösségi futó rendezvény, ahol több mint 200.000 futó indul el. Akkor nézzünk egy-két leget. Jelen pillanatban Usain Bolt a világ leggyorsabb embere, 44,72 km/órás sebességével. Szintén csúcstartónak számít Markus Jürgensen, aki a maraton futás háttal világrekordját tartja, 3 óra 38 perces idejével, ami szerintem azért elég beteg. Néhány gondolat a futópadról, amit amúgy az angol börtönökből büntetési eszközként hoztak létre, és talán a futópadon futva ezt mi magunk is néha érzékeljük. Csak hogy tudjátok, annak is van világrekordja. 845 kilométert futott egy brit férfi futópadon, naponta több mint 20 órát, és ilyen csak 2-3 órákat aludt, ezzel állította be a jelenleg érvényes világrekordot, de van hazai érintettség is futópad kapcsán, méghozzá. Méghozzá 12 órás futópadon futást a magyar Csécsei Zoltán tartja 151,39 kilométerrel. Guinness rekord. Fun fact, a világ 20 legjobb hosszú táv futója közül 12 a kenyai Kalenjin törzs tagja. A világon valaha megszervezett leghosszabb futóverseny az 5860 km hosszú volt, és New Yorkból Los Angelesbe futottak itt a résztvevők. A leggyorsabb teljesítőnek 526 órát vett igénybe, hogy ezt a távot legyőzze. Az a futóverseny, amit most is rendeznek, és most jelenleg a világ leghosszabbjának számít, ez egy 4890 km hosszú verseny, ami azonban nem tart sehova, hanem egy Quincy háztömb körül keringenek az emberek egészen addig, míg ezt a távot teljesítik. A leggyorsabb futónak 44 napig kellett keringenie a ház körül, hogy célba érjen. Nézzük meg, hogy hol rendezik a leghidegebb, illetve a legmelegebb ultramaratoni versenyeket.
A legmelegebbet a Szaharában, illetve a Badwaterben rendezik, a halálvölgyében. A halálvölgyei az 271 km hosszú, a szaharai pedig 251 km hosszú. A leghidegebbet pedig Kanadában rendezik, az északi sarkörön, ott pedig 560 km-en keresztül kell futnunk. Hát mi ennyit gondoltunk összegyűjteni nektek a futásról érdekességként, illetve fun factként, de nyilván, hogyha az internet sötét bugyraiban tovább keresgettek, akkor számos izgalmas információra lehettek, mint például arra, hogy hogyan serkenti a futás az agy működését, vagy mennyivel később fogunk meghalni, hogyha rendszeresen futunk, de 100 szónak is egy a vége. Fussatok, mert számtalan jótékony hatása van. Így van, elég a száraz adatokból irány futni. Ha tetszett a videó, akkor nyomtok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és a következő videóban találkozunk. Szevasztok! Ennyi érdekességet és fun factet gondoltunk összegyűjteni.